Nádas György anyák napján, mint ahogy valamennyien, az édesanyjával találkozott. Együtt ebédeltek, és mesélte arról is, hogy hogyan sikerült felesleges kilóktól megszabadulnia, úgy, hogy a finom falatokat nem vonta meg magától, azóta sem, a kilók mégsem szaladnak vissza rá. Most elmondja, hogyan. Isten értesen, boldog anyák napján. Köszönöm. Az óbudai csádáknak van egy sajátos, semmivel össze nem téveszthető hangulata, rögtön tudtam, hogy hová fogunk érkezni. Én most meglátogatom Nádas Györgyöt és édesanyját, akik anyák napja alkalmából ebédelnek együtt. A csárdáknak nem csak a hangulata nagyon sajátos, hanem általában a konyhája, az étlapja is nagyon speciális. Kifejezetten kedvelitek az ilyen jellegű ételeket? Én sajnos igen. Bár most már... Én is. Most már büszkén mondhatom, hogy ehetek ilyesmiket is, de kimondottan a magyaros ételeket nagyon kedvelem. Egy jó vasi pecsenye, egy korhelyleves. Elnézve az asztalon található étkeket, nehéz elképzelni, hogy most a fogyókúrádról, meg a fogyásodról fogunk beszélni, és te ennek ellenére még mindig ehetsz ilyen ételeket. Én tartom ezzel a bizonyos kis kapszulával a súlyomat, és beálltam erre a 90 és 92-re, most már egy éve. Csak azt tudom mondani, hogy átalakult a szervezetem, és másképp fogadja be a táplálékot. Én esténként otthon is megeszem egy ekkora darab sült császárszalonnát, most felfedeztem a füstöt, kacsakolbászt, fehér kenyeret, jó kis zöldségeket hozzá. Marad a súlyom, hál' Istennek. Az ízlésed sokban nem változott, csak az anyagcseréd. Igen, ez nagyon nagy szerencse, hogy nem kell ilyen kenceficékre ráfanyalodnom, hanem mehetnek az igazi nehéz ételek is. Te is azok közé tartoztál, akik támogatták, meg bíztatták erre a... Én mindig szerettem volna, mert nagyon szép fiú volt. Aztán kikerekedtem. Aztán kicsit meggömbölyödött, igen. Akkor is szép volt, csak gömbölyűen. Mi az a gyógynövény összetétel, ami neked ezt okozta? Hát, ha ezzel másnak is tanácsot adunk. Én reggel és este szoktam ebből a kapszulából bemenni egyet-egyet. Semmiféle mellékhatást nem éreztem, meg nem érzek, pedig több mint egy éve szedem. Ebben van egy olyan anyag, amit kolinnak hívnak. Ezt úgy tudom, hogy a távol-keleti tékvandós hölgyek szedik, és azzal tartották a súlyukat, és tartják szerintem a mai napig is. Akkor van egy cukorgyilkos, egyébként ezek mediterrán és Ázsiából eredő növényeknek a kivonatai. A cukorgyilkos azért jó pofa, mert nem nagyon kívánom tőle az édességet. De van májvédő funkciója is ennek a kis kapszulának. És ami a legfontosabb számomra, hogy az anyagcserém teljesen rendbe jött. Például ez a gyógynövény kivonat tartalmaz egy szabadon élő kökényfajt, ami a bélmozgást segíti elő. Nem engedi lekötni a zsiradékot a májvédő része ennek a kapszulának. Összesen hány kilót is vagytál mennyi idő alatt? Egy másfél év alatt 25-öt.